Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban a nyilas jegyében születetteknél? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ez egy általános orákel, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, mint például, mi vár rád február hónapban, a díjam 3500 forint. Ehhez a kirakáshoz szeretnék még asztrológiailag valamit mondani. A nyilas jegyében születetteknél szerencse lesz a szerelmi életet illetően. Február 1-én új hold van. Az azt jelenti, húzódj vissza, gondolkodj el valami felett, vagy meditálj valami felett. Itt célokról van szó, szóval hogy tudnád elérni a céljaidat, mennyi idő szükséges ehhez, vagy hogy miképpen kapsz megbecsülést, elismerést. Február 16-án teli hold van, ami megvilágít valamit. A téma mi vagy ki áll a középpontban. Február 3-án Merkur bolygó megáll. Ezen a napon megállnak ugyan az események, de utána előre halad, ugyanúgy, mint nálad, így előre halad minden. Február 4-én a nap és Szaturnusz bolygó együtt hat. A nap megvilágít valamit, vagy ad életerőt. De Szaturnusz bolygónál lehetnek még korlátozások. De Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, és a nap megvilágítja a sors utat. A napnál lehetnek apai témák, és Szaturnusz bolygó a szimbolizál idősebb embereket, ez lehet a nagypapa is, és itt lesz egy találkozás, vagy beszélgetések, vagy egy hír. És most megtekintjük ezt a jóslást. Itt ez a ravasz róka megjelenik itt a ház mellett, tehát a közeledben. Ezek lehetnek szomszédok, vagy rokonok, itt van a hamisság, vagy hazugságok, légy óvatos. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt a képen. Fölötted nincs kártya, pedig az jelenteni a gondolataidat, vagy a terveidet. Ez mutathatja azt, hogy nem engeded meg azt, hogy valaki belásson a gondolataidba, vagy jelentheti azt is, ha tervezel valamit, nem mondd el, mert itt van a környezetedben a hamisság, hogy itt valaki figyelget téged. Inkább légy zárkózott, erre utalnak a könyvek, hiszen be van csukva, és nem látható, hogy mi van benne. Az is lehet, hogy van itt egy hölgy a közeledben, hiszen a kígyó szimbolizálhat egy nőt, és vagy kíváncsi ez a nő, hogy mit tervezel, megjelensz a gondolataiban, vagy ez a nő eltitkol előled valamit, hiszen a könyvek utalhatnak titkokra is. Itt vannak még ezek a nehézségek, erre utal a hegy, de te el tudod ezt kerülni. Légy kicsit türelmes, hiszen ez a koporsó azt jelenti, hogy lezárja ezt a hamisságot, és akkor itt kiderül az igazság, és ez a kártya utal arra, itt tisztázódik valami, és a kígyó jelentheti azt, hogy itt megvannak ezek a változások, ezek a megújulások, és ez ad számodra egy életerőt, és itt látható a szerencse, azon kívül a levegő eleme, a könnyűség, a kommunikáció, újra a szerencse látható itt, és ez a kapu azt jelenti, itt kinyílik számodra ez az ajtó, ezek a lehetőségek.
De visszatérve erre a koporsóra, az jelenthet egy örökösödési ügyet is, de azért légy óvatos, hiszen ez a ravasz róka azt jelenti, hogy valaki becsap téged, és a ház arra utal, hogy a rokonságból van ez a hamisság, vagy valaki el akarja venni ezt a házat tőled, és örökölni akar. De, mint mondtam, a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és ez a koporsó jelezheti azt is, hogy lezárul ez a hamisság a környezetedben, itt kiderül az igazság, és te összefüggésben állsz ezzel a kártyával a nappal, ami számodra sikert hoz, hiszen megvan ez a kisugárzásod, és itt van ez a virágcsokor, ami utal a szépségedre, a nőiességedre, egy kreatív tevékenységre, vagy egy meglepetésre, ez lehet egy meghívás, vagy egy ajándék is. Itt ez a fa azt jelenti, hogy te oda szeretnél érkezni, ahol úgy érzed, itt le tudok gyökerezni, hiszen fontos számodra a biztonság érzete. Ez a fa szimbolizálja gyakran az egészségügyi témákat is. Lehet, hogy volt valaki beteg a családban, de a nap jelzi azt, itt lesz gyógyulás, újra itt van ez az életerő, és nem csak a fa utal egészségügyi témákra, hanem a kígyó jelentheti ezt is, hogy itt javul a helyzet, lesz gyógyulás, és itt van ez a medve, tehát megvan itt ez az életerő, és a csillagok jelentik itt a szerencsét. Ha te egy férfi vagy, akkor itt vagy látható a képen, a hölgyeknél ez a kártya jelenti a társat, a lelki társat. A fölötte lévő kártyák utalnak az ő gondolataira. Itt van a csillagkép és a halak. A csillagkép az jelenti a szerencsét, különösen az anyagiakat illetően, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat. Lehet, hogy tervez valamit, a munkát, a hivatást illetően, hiszen itt a gondolataiban nem csak a halak vannak, ami a pénzre utal, hanem ez a horgony. És a horgony szimbolizál egy bizonyos helyet, ahol ő úgy érzi, itt le tudok horgonyozni, és ez utal a szerelemre, a párkapcsolatra, de a horgony szimbolizálja a lunomárt kártyáknál a munkát, a hivatást, és ő itt tervez valamit. Itt lesznek változások, erre utal ez a kép, itt van a szerencse, és ez a kapu kinyílik számára, ezek az ő lehetőségei. Ez lehet külföldi kapcsolat, hiszen ez a hajó utal külföldre, ezek lehetnek kereskedelmi kapcsolatok is. Amit ez a hajó még jelent, ez a remény, hogy megvan nála ez a remény, hogy a munkát, a hivatást, az anyagiakat illetően javul nála a helyzet. Ez az út lehet egy belső út is, egy spirituális terület, ugyanúgy, mint a csillagok jelenthetik az asztrológiát, a kártyavetést, tehát ilyen spirituális dolgokat. Akkor is, ha megvan ez a terve, amit ő meg akar valósítani, mégis még itt van előtte ez a felhő, ami azt jelenti számára, ez még olyan átláthatatlan. Nem tudja, hogyan cselekedjen. Itt mellette van ez a korbács, az jelenti azokat a dolgokat, ami fáj neki. És mivel ez a korbács összefüggésben áll a kígyóval, és itt van a gyűrű, ez lehet az ex kapcsolat. És ez a kígyó, ez a nő megpróbálja őt megbántani, és ez fáj neki, ezt jelenti itt ez a korbács.
Nem csak ezek a fájdalmak vannak itt mellette, vagy a háttérben, hanem ez az élet szakasz, ahol láthatóak ezek a kövek, ami a nehézségekre utal, és itt ez a torony, ez lehet egy bírósági ügy, tehát ez lehet egy vállás is. Szerencsére itt megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Tehát az egerek eltávolítanak bizonyos dolgokat. Az egerek eltávolítják ezt a kártyát, ami fájdalmas számára, sőt, az egerek eltávolítják ezt a nőt is az ő múltjából. Az egerek eltávolítják itt a köveket, tehát itt javulni fog a helyzet, ami az élet utat jelenti, vagy a jövőt, és a jövő itt látható, ezen az úton ki fog virágozni valami, és itt a gyermekek jelképeznek egy új kezdetet. Amit az egerek még eltávolítanak, ez a torony, ahol ő fogva érzi magát, vagy egy hivatalos dolgot, vagy bírósági ügyeket, és amit az egerek még eltávolítanak, itt a felhőt, ami számára jelen pillanatban még átláthatatlan, de február végére ez elmúlik. Nem csak az egerek segítenek abban, hanem ez a sarló szintén elvágja a felhőt, és az láthatóvá tesz számára valamit. És itt lesz a kulcs a kezében, amivel kinyitja ezt a kaput, ezek az ő lehetőségei. Itt látható egy barát, egy férfi, aki segít neki ebben. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, és az kihat erre a keresztre, ami jelenti a hitet, vagy kármikus témákat, amikor a sors utak kereszteződnek, vagy ti mindketten eljuttok a sors utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Ez nem csak rád, vagy őre vonatkozik, hanem itt még lehet egy másik férfi a háttérben, itt van egy ilyen baráti kapcsolat. Amit itt ez a kártya jelent, a jövő, itt kivirágzik valami, megtaláljátok a helyeteket az életben, ahol le tudtok gyökerezni. Itt van egy gyógyító erő, és a nap jelenti az életerőt, a kisugárzást, a vonzalmat kettőtök között, és a hold kihat az érzelmekre, jelent anyai érzelmeket is, és mivel itt vannak a gyermekek, az lehet egy terhesség, egy kisbabának a születése is. Ami itt fönt a sarokban látható ez a hajó az úttal a reményekre, és itt lesz változás a szerelmi élet területén, és a munkahelyet illetően is erre utal ez a horgony. Azt is jelenti, hogy éled a hivatásodat, és te szívvel, lélekkel teszed ezt. Ha te egy hölgy vagy, itt melletted a könyvek utalhatnak a tudásodra, a bölcsességedre, de arra is, hogy tanulsz valamit, vagy te oktatsz valakit, valakiket. Amit még jelenthetnek itt a könyvek, hogy találsz egy könyvet, amit szeretni fogsz, hiszen itt megjelenik ez a szív egy sorban a könyvekkel, vagy azt is jelentheti, hogy te írsz könyvet, és ez megjelenik, és ezt a könyvet kedvelni fogják mások. Ami fontos lesz számodra február hónapban, itt a környezetedben van még ez a hamisság, itt egy nő figyelget téged, légy zárkózott,
visszahúzódó. Itt vannak még nehézségek, de itt lesz egy megoldás. Szerencse az anyagiakat illetően, a hivatást illetően, a szerelmet illetően. Itt van a remény, de ez jelentett külföldi kapcsolatokat, utazásokat is. Itt lezárul valami, mégpedig úgy, hogy lezárja ez a koporsó ezeket a hamisságokat. Itt kiderül az igazság, tisztázódik valami. Itt vannak a változások, a megújulások, ami őt illeti, ez a kígyó, tehát ez a nő megpróbálja őt megbántani. Itt vannak még nála nehézségek, problémák, de az egerek ezt eltávolítják. A gondolatai, a tervei nagyon jók. Itt vannak a csillagok, a halak, és a halak nem csak az anyagiakat jelentik, hanem a belső értékeket is, tehát te értékes vagy számára, ő itt le tud gyökerezni, és itt látható a szív, tehát ez a szerelem, itt vannak a változások, itt van a szerencse, a könnyűség, és itt nyílik egy új ajtó, egy új lehetőség, egy új kezdet. Lesz itt egy jó hír, vagy egy jó szerződés, és ez a fa jelentheti azt, hogy itt le tudsz gyökerezni, vagy kitisztul valami, itt rendeződnek a dolgok, itt egészségügyi témákról is lehet szó. Nála ezek a nehézségek elmúlnak, a kassa elvágja, egy jó barát segít neki ebben. És ez a kép kihat az érzelmekre, a jövőt illetően, lesz itt egy szép út, egy új kezdet, és ezek a problémák lezárulnak. Mindez kihat a sors utatokra, vagy lesznek itt sorsdöntő változások. És ez volt a február havi jóslás. Kívánok neked egy szép napot és egy szép február hónapot. Nagyon sok szeretettel, Dendera!